Izgalmas meccsek, jó hangulat, lelkes szurkolás. Többek között ezek jellemezték a Móricz kupákat, az elmúlt két évben viszont nem lehetett részük ezekben az élményekben a gyerekeknek és a szülőknek. Tavaly a diákolimpiai sorozatot már megrendezték, és mindkét korosztályban a Móricz végzett az élen, ami azt jelentette, hogy Moraszki Gyuláné már 40 diákolimpiai aranyéremre lehet büszke. A testnevelő szerette volna, ha a nemzetközi torna is életben marad, így ha nem is a korábban megszokott 12 csapattal, de folytatódik a hagyomány. Ezzel a 6 csapattal is nagyon magas szinten fogunk röplabdázni, vágyjuk az izgalmakat, és örülünk a lehetőségnek, hogy még ilyen formában is sikerült megrendezni, magyarul újraéleszteni ezt a Móricz tornát, mert semmiképp nem szerettem volna, hogyha a 26-nál megállunk, igazából a 29-dik lenne most, ha a Covid járvány nem érje felül a helyzetet. Azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon várják, és azért is gondolom, hogy magas szinten fognak röplabdázni a gyerekek, mert a magyar színvonalat nézve az UTE és az MTK-ba, valamint nálunk is van korosztályos válogatott gyerek, és a külföldiek is nagyon jó erőt képviselnek, úgyhogy azt gondolom, hogy akik kilátogatnak a mérkőzés sorozatokra, nem fognak csalódni. Mint az intézmény vezetője elmondta, az elmúlt két évben a Covid-járvány okozta nehézségek közepette is igyekeztek sportolási lehetőséget biztosítani a Móricz diákjai számára. Én úgy gondolom, hogy a sport az a terület, ami igen nagy szerepet kaphat ilyen helyzetben. A sportra odafigyeltünk az elmúlt két év alatt is, amikor csak lehetett, biztosítottuk a feltételeket mindenki számára, de a csapat sportok számára természetesen a szabályokat figyelembe véve, tehát a háttérben működött, és talán ez nagy segítség volt a gyermekek számára. Az UTE, az MTK, a Prešov, a Kikinda és a Jászló is erős csapattal érkezik az U15-ös tornára, a házigazda ennek ellenére szeretne hagyományaihoz méltóan szerepelni. Azt gondolom, hogy egy háromban mindenképpen benne kell lenni. Hát ha visszagondolok 2019-re, akkor döntőt játszottunk a Vasassal, sajnos alul maradtunk, így ezüstérmesek lettünk. Most azért jó lenne megnyerni ezt a Móricz kupát, mivel újraélesztettük, meg az alapszakaszt is harmadik helyen zártuk az első osztályban, az OGB-i csoportban. Hát én azt gondolom, hogy jó esélyekkel indulunk a tornán. A 6 csapat 2 csoportban kezdi majd a tornát, a csoportgyőztesek egyből az elődöntőbe jutnak, míg a többiek keresztjáték után folytatják, az elődöntőkkel is a helyosztókkal. Az első meccs csütörtökön 9 órakor kezdődik a Móricz tornacsarnokában, az utolsó 13. mérkőzésen, a döntőn a tervek szerint pénteken 16 órakor indul majd el a játék.